Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. A három kérdőjeles jóslás június 23-án. Az első kérdés az lenne, hogy mik az ő gondolatai, mik az ő tervei. Erre kivettem a kártyát. A második kérdés pedig az lenne, hogy milyenek az érzelmei, mi bepillantunk most az ő érzelmi világába. A harmadik kérdés pedig az lenne, mit közöl veletek, milyen lépéseket tesz irányotokba. És ehhez jön még egy napi kártya, az első kérdés az volt, hogy mik az ő gondolatai, tervei. Ez a kép megadja rá a választ. A háttérben ez az elefánt, ez ilyen nehéz, nehéz, lassú lépések. Ez mutatja a múltat. A jelen pillanatban az, amit ő gondol, vagy amit ő tervez, ez látható ennél a hölgynél, és ez a hölgy megpróbálja a belső egyensúlyt tartani, vagy valamit kiegyensúlyozni. Nem túl sokat, nem túl keveset, így a középpontban maradni. Tehát ő valamit összehasonlít valamivel vagy valakivel, és így fogja a döntéseket hozni. A második kérdés pedig az volt, hogy milyenek az ő érzelmei, a hold adja meg rá a választ. A hold szimbolizálja az anyát, az anyai érzéseket, de azt is, hogy neki reményei vannak, álmai vannak, és elvár valamit az élettől vagy tőletek. A harmadik kérdés az volt, hogy mit közöl veletek. Ezt mutatja itt ez a kép. Ez olyan, mint egy angyal, aki a levegő elemén uralkodik, ez a könnyűségekre utal. Azt is, hogy ő lezár valamit az életében, ez a nehézség itt a háttérben, és könnyebben alakulnak a dolgok. A levegő eleme szimbolizálja a kommunikációt is, de azt is, hogy ő fontos döntéseket fog hozni, és ezek a változások lesznek, mert ez a kártya a változásokra utal. És ez volt a három kérdőjeles jóslásom, egy általános jóslás, de megvan arra a lehetőség, hogy kérjetek tőlem egy személyes jóslást. Ez egy videó felvétel álnéven, a díjam 3500 forint, asztrológiával kiegészítve 8500 forint. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!